Üdvözlöm Önöket oktatási műsorunkban. Mint már megszokták tőlünk, hétről hétre egy érdekes témát boncolgatunk, tárunk fel. Ezen a héten ismét a külső független értékelésekre készülőknek igyekszünk kedveskedni egy kicsit. Ukrajna történetével fogunk foglalkozni, mégpedig egy olyan időszakkal, ami nagyon eseményekben dús és véres volt, ez pedig a II. Világháború. Ebben segítségünkre Gerendé Béla történelemtanár lesz, aki be fogja mutatni nekünk a mai óra anyagát. Légy szíves, kezdj is neki. Én szeretettel köszöntök mindenkit. A mai óránk témája a II. Világháború és a szovjet újjáépítés. Kezdjük is először Ukrajna II. Világháborúban, illetve a nagy honvédő háború időszaka. A világháborút több esemény előzte meg. Először is vizsgáljuk meg, hogy Ukrajna milyen szerepet töltött be a II. Világháború előtt a nagyhatalmak érdekszférájában. Ukrajna jövőjéhez fűződő viszonyok alapján az országokat három csoportra lehet osztani. Az első csoportba tartozott Anglia, Franciaország és az Egyesült Államok. Ezeknek az országoknak az volt a fő érdekük, hogy fenntartsák a trianoni békeszerződés által ugye körvonalazódó új határokat, valamint az erőegyensúlyt Európában. A második csoporthoz tartozott Németország. Németország az első világháborút követően egy gyors gazdasági fejlődésen ment keresztül olyannyira, hogy a 30-as évek végére Európa egyik katonai és gazdasági nagyhatalmává nőtte ki magát. Mivel a német gondolatmenet szerint a német egy felsőbbrendű nép, és élettérre van szüksége, ezért Hitlerék azt gondolták, hogy a német életteret azt Ázsia felé kell keresni, pontosabban az ukrán és az orosz területeken egészen Szibériáig. Másodszorban fontos volt Németország számára Ukrajna, illetve Oroszországnak, Szovjetuniónak a nyersanyag készlete. Ukrajna harmadsorból pedig azért volt fontos, mert Ukrajna területéről könnyen elérhető volt a Kaukázus, illetve a távol-keleti olajmezők. A harmadik csoportba tartozott Szovjetunió, Lengyelország, Románia, illetve Csehszlovákia. Ezek az országok rendelkeztek olyan területekkel, amelyeken ukránok éltek, és ezeket a területeket szerették volna növelni. A szovjet-német meg nem támadási szerződés. 1939 nyarán a szovjet és a német fél titkos tárgyalásokba kezdett. A tárgyalásnak az volt a lényege, hogy Németország biztosítsa saját maga számára a keleti területeknek úgymond a védelmét. Mert Németország a II. Világháború elején Nyugat-Európát szerette volna ugye elfoglalni, és nem akart egy kétfrontos háborúba belebonyolódni. A Szovjetuniónak szintén fontos volt ugye ez a titkos tárgyalás, ugyanis igényt tartott nyugat-ukrán területekre, Beszarábiára, Bukovinára, illetve a Baltikumra. A titkos tárgyalás az 1939. augusztus 23-án csúcsosodik ki, mégpedig úgy, hogy Molotov szovjet külügyminiszter és Ribbentrop német külügyminiszter megköti a Molotov-Ribbentrop nevű paktumot. A paktum egy 10 évre szóló meg nem támadási szerződés volt, és ennek a szerződésnek volt egy titkos záradéka. A titkos záradéka azt tartalmazta, hogy a két nagyhatalom felosztja egymás között északkelet, illetve a déli területeket. A szerződés értelmében Németország, Lengyelország nyugati területeit vehette birtokba, a szovjet fél Kelet-Lengyelországot, a Baltikumot, tehát Észtországot, Lettországot, Nyugat-Ukrajnát, Beszarábiát, Észak-Bukovinát. Litvánia egy érdekes helyzetbe került, ugyanis a két fél úgy állapodott meg, hogy Litvániát azt közösen fogják ellenőrizni. De a háború végével, amikor megkötik a német-szovjet ugye baráti szerződést, akkor Németország lemond Litvániáról, és átadja Németországnak. Az új határ, tehát az új szovjet-német határ, az a Narev, a Visztula és a Szan folyó mentén húzódott volna. Ezzel a titkos paktummal Németország biztosította azt a számára oly fontos lehetőséget, hogy akadálytalanul megtámadhassa Lengyelországot. A háború 1939. szeptember 1-én robban ki. A háború ürügyeinek a németek azt az eseményt vették, amikor is lengyel tisztek a német határ közelében lévő rádióállomást elfoglalták és beolvasták az ők pontjukat. Utóbb kiderült, hogy ezek a lengyel tisztek, ezek az SS katonái voltak, akik tehát a német egyenruhába öltöztek be, és tehát provokálni akarták, hogy ok legyen a támadásra. Szeptember 1-én Németország hadüzenet nélkül lerohanja Lengyelországot. A német légierő az első két nap alatt megsemmisíti a lengyel légierőt. Lengyelországnak Anglia és Franciaország úgymond támogatást ígér, tehát szeptember 3-án megtámadja, vagy hadüzenetet küld Franciaország és Anglia Németországnak, de valós katonai eseményre nem kerül sor. A szovjetek a Lengyelország ellen, illetve nyugat-ukrán földek ellen a háborút, a támadást 1939. szeptember 17-én kezdik meg. És közel 1 milliós szovjet hadsereggel. A szovjet seregeknek a vezetője, Timozenko, ugye parancsnok volt. Szeptember 17-én a szovjetek elfoglalják Ternopol és Rivne városát, 18-án Luck és Sztanyiszláv városát, majd szeptember 22-én bevonulnak Lembergbe. 39. szeptember 28-án a szovjet-német barátsági szerződést kötnek. Miután a nyugat-ukrán földek a szovjet érdekszférába kerültek, a szovjetek megpróbálták ezeket a területi szerzeményeket hivatalosan deklarálni. Ez azt jelentette, hogy október 27-én a Nyugat-Ukrajna népgyűlése Lembergben kikiáltotta a tanácshatalmat. A tanácshatalom november 15-én törvényt fogadott el arról, hogy Nyugat-Ukrajna csatlakozik az ukrán SSK-hoz. Szovjetunió tovább gyarapította a területeit Románia rovására. 1940. június 28-án megszerzi Romániától Beszarábiát és Észak-Bukovinát. Ezt megelőzően Molotov, szovjet külügyminiszter tájékoztatja a román kormányt, hogy Szovjetuniónak igénye van erre a két területre. A román kormány Hitlertől várta a segítséget, de Hitler a Molotov-Ribbentrop paktumnak a biztonsága érdekében nem avatkozott bele a dologba, és végül június 28-án Bukarest úgy dönt, hogy ezt a két kért területet odaadja a Szovjetuniónak. Augusztus 2-án a szovjet legfelsőbb tanács döntött, és Észak-Bukovina, valamint Dél-Beszarábiát Ukrajnához csatolja. Beszarábia többi részeit pedig a Moldáv Autonóm Köztársaság részére bocsátja. Majd pedig augusztus 15-én létrejön a Moldáv Szovjet Szocialista Köztársaság. Ugye a térképen láthatjuk, hogy ugye 1939. szeptember 1-én a Szovjet Unióhoz, hogy mely ukrán földek tartoztak. Tehát a nyugat-ukrán földek, illetve Beszarábia és Bukovina, ez Romániához, valamint ugye Lengyelországhoz tartozott. A nyugat-ukrán területeknek a szovjetesítése. A szovjet hatalom azonnal megkezdi a közigazgatási reformot. Ez abban merült ki, hogy új megyéket hoznak létre. Létrehozzák a volinyi, a rivnei, a lvivi, a drohobicsi, a sztanyiszlávi, a ternopili területeket, ezeket a nyugat-ukrán földeken. A beszarábiai és a bukovinai részeken pedig ugye Csernyivci és Izmail megyéket. Az államosítás ezeken a területeken kezdetben úgymond békés hangnemet ütött meg, ugyanis államosítják a lengyel lengyel és a zsidó tulajdonban lévő iparvállalatokat. A szegényeket beköltöztetik a lengyelektől elvett házakba. Ingyenes lesz az egészségügy. Az ukrán iskolákat megnyitják. A Lembergi Egyetem, valamint a színház felveszi az Iván Franko nevet, a lengyel földesuraktól elvett földeket pedig szétosztják a parasztok között. 39 végére közel 2 millió hektár földet osztanak szét a parasztok között. A bukovinai területeken szintén egy ilyen gazdasági beruházás zajlik, aminek következtében közel 50 vállalatot állítanak helyre. Később a szovjetek kimutatják foguk fehérjét, ami a következő pontokban tükröződik. A parasztokat óriási adóval kezdik sújtani. Megkezdődik az erőszakos kollektivizáció, tehát olyan formában, mint ami történt a Szovjetunió területén. Betiltják a pártokat, egyedül csak a kommunista párt maradhat legalitásba. Betiltják a proszfitákat, üldözni kezdik az értelmiséget, de nem csak az értelmiségiekre terjed ki ez az üldözés, hanem minden olyan kommunista vezetőre, munkásra, aki nem akart belépni a kolhozba. És a nem kívánatos személyeket pedig deportálják. A deportációnak több lépcsőfoka volt, kezdetben azokat a személyeket viszik el Szibéria, illetve a kaukázusi kazasztáni területekre, akik konkrétan veszélyt jelentenek. A második deportálási hullám ezen személyeknek a hozzátartozóit érintette. A nyugat-ukrán földeken a lakosság közel 10%-át deportálja a szovjet vezetés. Az első kolhozok 1940-ben jönnek létre. 1941-re a parasztgazdaságoknak már 13%-a kollektivizálva van. Most röviden tekintsük át, hogy az USSK helyzete hogyan is nézett ki 1939 és 1941 között. Mivel Európában már javába dúl a háború, a Szovjetunió is nagy ütembe kezdi el a hadseregnek a fejlesztését. Harkovban elkezdik a T-34-es tankoknak a gyártását. Kijev, Dnipropetrovsk, Lugansk üzemeiben pedig fegyvereket, töltényeket és különféle berendezések gyártására állítják át a gépsorokat. Odessa, Mikolajev, illetve Herszon városaiban pedig modern hadihajó üzemeket hoznak létre. Az ipari termelés százalékos kimutatása jól tükrözi a gazdaságnak a fejlődését, mert az ipari termelés 7-szeresére, a nehézipar termelése pedig 10-szeresére növekszik az 1913-as évhez képest. Ugye a Harkovban gyártott T-34-es harckocsik, amelyek főleg a kurszki csatában játszanak döntő szerepet. Hogyan is nézett ki a vörös hadsereg létszáma? 1940-re a vörös hadsereg állománya eléri az 5 millió főt. Közel 125 új hadosztályt hoznak létre, és jelentős figyelmet fordítanak a parancsnokoknak a kiképzésére. Ez azért volt nagyon fontos, mert a nagy terror időszaka alatt nem csak az értelmiségiek, nem csak a politikusokat érintette a terror, hanem a vörös hadsereg tiszti karát is megtizedelik. Hogy motiválják a szovjet népet, ezért úgymond hangzatos, ilyen szocialista munkahőse címmel meghirdetnek úgymond ilyen versenyeket. A versenyt a harkovi szerszámgépgyár munkása, Kostenko szocialista munkaverseny címmel kezdi meg. A munkaversenynek az volt a lényege, hogy egy műszak alatt ki tud több munkapadon dolgozni egyszerre. 40. júniusában rendeletet fogadnak el, amely kimondja, hogy a munkanapok azok 8 órásak lesznek, valamint a 7 napos munkahetekre. Azokat a személyeket, akik kerülik a munkát, vagy nem mennek be időbe dolgozni a munkahelyükre, azokat komoly megtorlásban részesítik. Ukrajna megszállása Németország és szövetségesei által. 1940 nyarán Hitler kiadja a parancsot a tábornokainak, hogy dolgozzanak ki egy tervet, amely Szovjetuniónak a megszállását irányozza elő. A tervhez hozzá is látnak a német tábornokok, és 1940. december 18-ára le is teszik Hitlernek az asztalára. Hitler aláírja a tervet, amely a Barbarossa nevet viseli. Barbarossa Friedrichről nevezik el. Ez a terv a villámháborúra épült, vagyis ugye a Blitzkriegre. Azt jelentette, hogy gyors támadásokkal meglepni az ellenséges csapatokat, hogy azok ne tudjanak reagálni, és néhány hónapon belül, tehát Hitler úgy gondolta, hogy az év végére elfoglalni a Szovjetunió fővárosát, Moszkvát. 1941. június 22-én a németek megkezdik a Szovjetunió ellen a támadást, a teljes szovjet-német frontszakaszon. Habár ugye titkos jelentések már érkeztek Sztálinhoz ezzel kapcsolatban, hogy a németek nagy erejű mozgósításokat hajtanak végre a térségben, és valószínűleg támadni fognak Szovjetunió irányába, de Sztálin annyira bízott Hitlerbe, hogy ezt egyszerűen nem akarta tudomásul venni. Amikor ugye Hitler hajnali fél négykor megindítja a támadást, sikereket ér el. Ugyanis a Szovjetunió határánál 190 hadosztály sorakozik fel, ez 5,5 millió katonát jelent. A szovjetek, tehát a Vörös Hadsereg közel 170 hadosztályt állomásoztatott, és 2,9 milliós ugye, katonaságot. A támadás Szovjetunió ellen három irányból történt. Volt az északi hadseregcsoport, von Lieben tábornagya vezette a csapatot, ennek a fő célja Szentpétervárnak az elfoglalása, majd innén ugye Moszkva irányába. A középső hadseregcsoport célja a Szmolenszk, illetve Moszkva bevétele volt. Ez volt a legjobban felfejlesztett hadsereg. Itt két páncélos hadosztály is komoly ugye, erőt képviselt. A déli hadseregcsoport von Runstedt tábornok vezetésével pedig a déli, tehát az Ukrajna déli területének az elfoglalása, valamint Kijev, illetve a Donetsz medencét kellett, hogy elfoglalja. Az első komolyabb csatára a Lutsk, Brody, Rovno, illetve Dubno vonalánál bontakozik ki 1941. június 23 és 29-e között. Itt a németek megütköznek a szovjet harckocsikkal, körülbelül 2000 harckocsi vesz részt a csatában, de a németek győzelemeskednek, a szovjetek vereséget szenvednek. A vereség egyik oka az, hogy a német páncélos hadosztály az nagyon elavult volt, és még rádió összekötetés sem volt a tankok között. Két hét leforgása alatt a németek közel 300, illetve 600 kilométert vonultak előre a szovjet területen. A déli hadseregcsoport feladata ugye az ukrán területeknek az elfoglalása volt. Úgy gondolta Hitler, hogy tehát néhány hónap alatt megszállja Ukrajnát és biztosítja a németek felügyeleti jogát a térségben. Ahogy megindítják a támadást, az ukrán területeket a kijevi különleges és az odesszai katonai körzet védi. Ezt a két körzetet később átnevezik délnyugati és déli frontra. A délnyugati frontnak a parancsnoka Mihályó Kirponosz, és a déli frontnak a parancsnoka Iván Tyulenyev tábornokok. Miben keresendő a szovjet csapatoknak a ugye, kezdeti sikertelensége? Először is a szovjet ugye, hadosztály 80%-a elavult. Hiába létszámbelileg sokkal több tankot, lövegeket tudtak ugye, felsorakoztatni, de ennek 80%-a elavult volt. A következő ilyen pont, hogy nem sikerült a háború kirobbanásáig kiépíteni a nyugati határvonalat. A harmadik, és talán az egyik legfontosabb, hogy a Vörös Hadsereg stratégiailag támadó egységeket helyezett el a térségben. Tehát nem védekező, hanem támadó egységeket. És a következő, hogy Németország már ugye közel harmadik éve háborút folytat Európában. A német tisztek ugye jobban benne vannak a háborús helyzetben, és sokkal lendületesebben tudják véghez vinni ezeket a támadásokat. Miután Németország megtámadja a Szovjetuniót, ez a hír annyira úgymond megrémiszti Sztálint, hogy elvonul a nyilvánosság elől. Majd csak július 3-án intéz rádióbeszédet a szovjet néphez, amelyben a nagy honvédő háborúra szólítja fel a szovjet lakosságot. Az 1941-es évek elején a hitleristák közel 28 szovjet hadosztályt semmisítenek meg, és 72 hadosztályt pedig részben. Ugye még a Prádába is föltüntették, hogy Sztálin beszédet fog intézni a szovjet néphez. A szovjeteknek két fő páncélos tankéi voltak, a BT-7-es, illetve a T-25-ösök. Ezek elavultak voltak, olyannyira gyenge páncélzattal rendelkeztek, hogy egy német puska is képes volt átlődni a páncélzatát. A rádióbeszédet követően Szovjetunió megkezdi a mozgósítást. Az ukrán területekről közel 2,5 millió embert hívnak be katonai szolgálatra. Azokat az embereket, akik nem feleltek meg a katonai szolgálatra, azokból népi ellenálló csapatokat képeznek. Kapnak egy gyors kiképzést, és részt vesznek a védelmi rendszereknek a kiépítésében. A népi ellenálló csapatoknak a létszáma 1,3 millió főt tett ki. A szovjetek, miután nem tudják föltartóztatni a németeket, a felperzselt föld taktikáját alkalmazzák. Ez azt jelentette, hogy a gyárakat leszerelik, és az Urál vidékére szállítják. Az ukrán területekről közel 1000 gyárat szerelnek le, és helyezik át az Urál térségére. Egy kis érdekesség, hogy egy gyárnak az elszállításához közel 8000 vasúti szerelvényre volt szükség. Az elszállítástól kezdődően a gyár az Urál térségben 4 hónap elteltével már dolgozott és termelt. Közel 30 000 traktort, 125 millió pud gabonát, 6 millió szarvasmarhát, és ezt a szállítást közel 3 millió ember kísérte. Milyen harci események voltak 1941 és 1942 folyamán? 1941. július 7-én Németország Novgorod-Volinsznél áttöri a frontot és megindul Kijev irányába. A várost a délnyugati front csapatai védi, illetve 19 népi ellenálló egység. Kijev elfoglalása nem olyan ütemben történt, mint azt a németek elképzelték. Július közepére már Hitler katonai parádét akart megszervezni Kijev városában, de az események 2 hónapos késéssel történnek csak meg. Tehát Kijev városának az ostroma több mint 2 hónapig tartott. Mivel Kijevet heves ellenállással védi, ezért Hitler figyelmen kívül hagyja a tábornokainak a javaslatát, és megváltoztatja a Barbarossa hadműveletet. A Barbarossa hadművelettől való eltérés az azt jelentette, hogy a középső hadsereg csoport páncélos egységeit Guderian tábornok vezetésével délre fordította Kijevnek az ostromára. Amikor Guderian tábornok megkapja ezt a parancsot, azonnal Berlinbe repül és elkezd Hitlerrel tárgyalni, hogy ez egy nagyon rossz ötlet, nekik a fő céljuk Moszkvának az elfoglalása. Hitler arra sem akar erre az ötletről, a parancsot Guderionnak teljesíteni kell. Guderian délre fordul, és megindul Kijev irányába. A délnyugati frontot az a veszély fenyegeti, hogy bekerítik. Sztálin nem rendeli el a visszavonulást a délnyugati front számára. Szeptember 17-én kiadja a parancsot, hogy a délnyugati front vonuljon vissza, de már késő. A német adatokra alapozva ostromgyűrűbe zárnak 663 000 katonát a németek. És szeptember 19-én a németek bevonulnak Kijev városába. A délnyugati front parancsnoka Poltava mellett a teljes vezérkarával együtt életét veszíti. Ezt követően a németek elindulnak tovább kelet irányába. 1941. október 25-én elfoglalják Harkov városát. 41. augusztus 5-én megkezdik Odessa ostromát. A várost október 16-ára sikerül elfoglalni, és amikor elfoglalják, a németek bevonulása előtt az Odesszában tartózkodó szovjet egységek mindent elsüllyesztenek a tengerbe, hogy a németek ne kaparintsák meg. A szovjet egységek pedig ugye tengeren keresztül Szevasztopolba menekülnek át. 1941. október 30-án megkezdik Szevasztopol városának az ostromát. A város ostroma 250 napig tartott, és csak 42. július 4-ére sikerül a német csapatoknak elfoglalni Szevasztopolt. A német egységek annyira legyengülnek és kifáradnak az ostrom alatt, hogy nem tudják az útjukat folytatni a Kaukázus, illetve a kaukázusi olajmezők irányába. 41. november 7-én Moszkvában egy katonai parádét tartanak. Annak ellenére, hogy a német csapatok Moszkvától mindössze 50 kilométerre állomásoznak. A német előrenyomulást ugye lassította az időjárás. Az október beálltával a heves esőzések feláztatják a talajt, aminek következtében egy sártengerré változik a környezet, és a német hadsereg, a német utánpótlás már nem tudja azt az ütemet tartani, mint ahogy ugye eltervezték. 1941. november 22-én elfoglalják Klin városát, de ekkor beköszönt az orosz tél. A hőmérséklet mínusz 36 Celsius fok alá süllyed, erre a németek nem voltak felkészülve. 41. december 5-én megindul a moszkvai csata. A szovjetek egy 1000 kilométeres frontszakaszon megindítják az ellentámadást, és 42. márciusára 100 és 200 kilométerre nyugatabbra tolják vissza a németeket. Ez többek között köszönhető annak, hogy Sztálin a szibériai hadtestet átcsoportosította Moszkva alá. A szibériai hadtestet azért tartotta a japán határ közelében, mert félt egy esetleges japán támadástól. De miután a hírszerzői megerősítették abban, hogy Japánnak nincs szándéka Szovjetunióval háborúzni, ezért a kiképzett és jól felszerelt szibériai hadtestet Moszkva alá irányozza és megindítja a németek ellen a támadást. A szovjet offenzíva azonban elakad. A németek vissza tudják verni a szovjet támadást. Most a térképen az 1941. decemberig tartó ugye, eseményeket láthatjuk. Tehát 41. decemberére a német egységeknek sikerül elfoglalni teljesen Ukrajnát, és Moszkvát csak néhány kilométerre közelítik meg. Németországban Hitler kiadja a parancsot, hogy dolgozzák ki a Kék Terv nevű hadműveletet. 1942. június 28-án megindítják a Kék Terv nevű hadműveletet. Ez azt jelentette, hogy a német csapatoknak el kellett foglalni Sztálingrádot, valamint a kaukázusi olajmezőket. A német csapatok július 6-án elérik a Don folyót, azonban Voroszenynél elakadnak. A déli csoport azonban nem ütközik semmilyen ellenállásban, és július 23-ára elfoglalja Rostov városát. Ekkor Hitler két csoportra osztja a déli hadseregcsoportot, A csoportra, illetve B csoportra. Az A csoportban szlovákok, illetve román csapatok harcoltak, a B csoportban olasz, román, illetve magyar csapatok. Ezeknek az volt a feladatuk, hogy a Don kanyart kellett biztosítani, majd ezt követően ugye Sztálingrád felé kellett nyomulniuk. Ugye a Kék Terv nevű hadművelet, tehát a Kaukázus térségének az elfoglalása, valamint ugye Sztálingrádnak a bevétele.